A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Majd legendát köszönhetünk itt a stúdióban, Nikolics Nemánya a vendégünk. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást. Zentárról hogy beszéljünk. Annak idején én még Sterbi Kárpival beszéltük azt, hogy Zenta egy csodahely volt, és a Kerekes Zsombor is megerősítheti ezt, és azt hiszem, hogy te magad is megerősítheted, hiszen Zenta egy csodaváros. Mi mindent lehetett kapni gyermekfővel? Igen, hát mi minden szülőváros az embernek, az mindig a legfontosabb. Mai napig is ott élnek a szüleim, barátaim. Ahogy te is említettél, több híres sportoló is jött onnan, mind kézilabdával, mind úszó... Úszodában is most már magyaroknál is úsznak egy-kettő nagyon, nagyon híres úszók, birkozók. Szóval azért egy pár sportoló elindult onnan, és tudom nagyon jó, hogy milyen nehéz utuk volt ahhoz, hogy elérjenek szép sikereket. Úgyhogy nehéz időszak volt az természetesen. Gyerekkorom az tényleg fantasztikus volt számomra. Egy lakóparkban éltünk, ahol nagyon sok gyerek volt. Folyamatosan programoztunk, folyamatosan kint voltunk levegőn, télen-nyáron. Mentek a játékok, mind kosárlabda, mind röplabda, kézilabda, foci. Természetesen minden gyerek. Én is így kipróbáltam minden sportot, de foci volt az, ami leginkább érdekelt. Apukám is focista volt, testvérem is, egy éve előtte kezdett, mint én, és 6 évesen is én is focit választottam. Ettől függetlenül tényleg, ahogy már mondtam, több sportot mindig is kipróbáltam, ha nem is jártam edzésekre, ott kint szabadon próbáltunk így lesni a dolgokat, és úgymond próbáltunk, hogy az utca megtanítsa minket mindenről. Azért voltak nehéz pillanatok is, azért átéltem 2 háborút is, ami nem volt azért egyszerű, de hála Istennek ezek az idő elmúltak, és sokszor gondolok ezekre a nehéz pillanatokra is, de örülök annak, hogy tényleg a gyerekkorom az olyan szinten nyugodtmentes volt olyan téren, hogy sajnos a invázió meg a bombák azért messze voltak Zentától, de mégis a híradókba, tévékbe folyamatosan jöttek a hírek, és azért ez nem volt egyszerű, de ettől függetlenül sport az mindig segít, hogy az ember agya kikapcsolódjon, és abba próbáltam megtalálni a motivációt, ami mai napig is tart. Gyorsan kiderült nyilván, hogy tehetséges vagy. Ki volt az a mestered, akitől nagyon sokat tanultál, hiszen nyilván azért az édesapád az volt az első, de mielőtt Barcsra kerültél, nyilván valaki már felfedezte benned ezt a tehetséget. Hát igen, akkoriban nagyon nehéz volt eljutni NB1-ig. Amikor fiatal voltam, akkor voltam 2 Zvezdában is próbajátékon, voltam egyszer OFK Beográdban is próbajátékon. Mind a 2 próbajáték sikerült, de akkoriban úgy volt, hogy ha el kellett mennem velük edzőtáborozni, akkor a szülémnek ki kellett fizetni az egész árat ennek, és igazából apámnak meg a anyámnak nem volt akkoriban olyan költségvetés, hogy ezt meg tudtunk volna engedni magunknak, úgyhogy maradtam volna Zentán, próbáltunk járni ilyen külföldi tornákra is, pont Magyarországra is jártuk többször Budapesten. Volt ez a ilyen Young Talent torna, amikor tényleg több külföldi csapat is volt. Itt voltak a Fradi, Újpest, MTK, Partizan Belgrád,
azért szlovák csapatok is voltak, voltunk egyszer voltunk Szlovákiában is, ugyanolyan tornákon próbáltunk külföldi tornákra járni és megmérkőzni, és látni, hogy hol tartunk jelenleg, mert ott Szerbiában azért nehéz volt város körül vagy falu között nehéz volt találni egy olyan meccseket, ami úgymond segítene nekünk, hogy fejlődjünk abba. És ahogy már mondtam, 6 éves, amikor elkezdtem, apukám volt az az ember, aki folyamatosan kísért minden edzésre, minden mérkőzésre, próbált tanácsokat adni. Volt egy edző, Faragó Iván, akiben én nagyon megbíztam, ő a apukám egyik legjobb barátja. Az ő fiával is, neki is volt 2 fia, nekem meg a tesóm, mi 4-en szoktunk mozogni folyamatosan együtt. És ahogy már mondtam, a célunk az volt, hogy nehéz volt eljutni NB1-ig, ott Szerbiába, de 18 évesen, amikor befejeztem a gimit, akkor már eldöntöttünk testvéremmel, hogy ide fogunk jönni Magyarországra, és itt fogunk megpróbálni felépíteni a karrierünket, és ez így is történt, amikor befejeztük a gimit, akkor azon a nyáron már indultunk is, és volt 2 kitérő, először Vasasban voltunk próbajáték, utána Tatabányán, és utána jött a idősebb Dárdé Pali bácsi meghívása, és úgy jöttünk Barcsra. Barcs Kaposvölgye, ami megalapozta tulajdonképpen az NB1-es pályafutásodat, hiszen remekül játszottál mindkét klubban, Barcs még azért új volt, de Kaposvölgye az már bejött, és a kaposvári Rákóczi az pedig egyértelmű egy sikersztori. Az volt az első olyan NB1-es csapatod, mondhatjuk, ahol meghatározó játékossá váltál. Igen. Jó igen. Volt Kaposváron? Mert hogy akkor remek csapat volt. Igen, azt még elfelejtettem mondani, hogy 16 éves, amikor voltam, akkor voltam már próbajátékon Kaposváron, akkor Prukner Laci bácsi volt az edző, testvéremmel együtt kimentünk, és akkoriban tudtunk, hogy Kaposvárnak volt egy fiók csapat a Kaposvölgye, és a Horváth Lajos edző mondta is utána a testvéremet már egyből le is akartak igazolni, hogy kölcsönbe oda kerüljön, de akkoriban akkor mondták, hogy én még mindig nem vagyok azon a szinten, hogy NB2-be is meghatározó játékos legyek. Így, hogy külföldi voltam, természetesen jogos volt a döntés, mert nekik az volt a fontos, hogy játékos, akik Kaposváron vannak, és akik nem első, úgymond kezdő játékosok, vagy nem vannak közel ahhoz, hogy játszassanak folyamatosan, akkor ők oda kerültek Kaposvölgyében. És így, hogy visszamentünk Szerbiába, befejeztem a sulit, és azt ki kell emelnem, hogy a Dárdé Pali bácsi az nagyon fontos személy, és mindig is maradni fog az én pályafutásomból, mert megadta a lehetőséget akkor, amikor senki nem akarta, és senki nem bízott bennem, vagy bennünk a testvéremmel együtt. Egy igazi úriember volt, játszott is Vojvodinába, igazából szerette ilyen fajta karaktereket, amilyen mi voltunk. Sokszor beszéltünk azokra az időszakokról, amikor ott volt, sok minden mesét, ami ott történt, és egyszerűen leste minden szavát, mert tényleg egy olyan ember volt, aki tényleg öröm volt hallgatni, és lehetett tőle nagyon sok mindent tanulni. Ettől függetlenül az az egy év Barcson nagyon jó sikerült, majdnem feljutottunk NB1-be, harmadikok voltunk, ami szerintem mai napig is legjobb eredmény Barcsi történetébe, de szezon végén akkor a Pali bácsi mondta, hogy anyagi helyzetek miatt szerintem a klub nem fog tudni megtartani minket, és akkor megjött újra a meghívás a Kaposvölgyétől, és akkor úgy kerültünk oda a testvéremmel együtt, és ott, ahogy te is mondtad, nagyon jó szezon, fél szezon produkáltam, 11 meccsen 11 gólt rúgtam. Akkoriban minden egyes mérkőzésen a Prukner László ott volt a mérkőzéseken, és figyelte azokat a játékosok, akik kölcsönben vannak, de ugyanúgy figyelte a játékosok, akik Kaposvölgyében játszanak. És Kaposvár akkoriban egy olyan klub volt, aki nem tudtak vásárolni játékosokat, nem volt sok pénzük, úgymond. És meg akarták adni lehetőséget, mind fiatal játékosok NB2-ben vannak, vagy NB3-ban is, vagy NB1-es játékosoknak, akik nem standard játékos saját klubjukban. És nekem akkor szerencsém volt, mert a Dusan Vasiljevics pont akkor eligazolt Kódbuszba, és
kerestek egy támadó középpályást, és rám esett a válasz. Emlékszem, hogy szezonom után akkor meghívták, hogy játszassak egy ilyen három próbajátékos mérkőzés, akkoriban még ligakupa mérkőzések voltak. Le is játszottam három meccset, és szerintem másik meccs után, a Paks után, ha jól emlékszem, akkor már közöltek, hogy ettől függetlenül, hogy fog sikerülni a harmadik mérkőzés. Ők igényt tartanak rám, és le akarnak igazolni, ami nekem nagyszerű hír volt, mert ezért is jöttem Magyarországra, hogy felhívja magamat a figyelmet, és hogy próbáljak megtalálni egy olyan helyet, egy olyan csapatot, aki meg fog adni lehetőséget, hogy megutassam, mire vagyok képes. És 2008 márciusában a Fehérvár ellen pont bemutatkoztál, és ezt követte számtalan mérkőzés, hiszen a következő bajnokságban 16 góllal ugye már bizonyítottad, hogy benned van a gólérzékenység, második lettél a góllövő listán. Igen. És hát kinyílt a világ, azt mondhatjuk, hiszen a Fradi szeretett volna, aztán mégse úgy lett, mert hogy 2010-ben jött a Vidi, ami nagyon nagy öröm, legalábbis nekünk. Igen, így van. Először abban az a fél év nekem nagyon jó tett, mert akkoriban az André Alves, aki később Videótonban is szerepelt, és aki nagyon jó barátom volt még Kaposváron is, Olár Lórival voltak fönt égben, és mondhatni az, hogy számomra a legjobb páros volt akkor NB1-ben, és nekem 19 vagy 20 évesen, 19 évesen jó volt, hogy olyan példák voltak előttem, akik mindenben segítettek. Olár Lórit ismerem még Szerbiából, ő is Adai Zenta mellett. Ő is nagyon sokat segített ahhoz, hogy minél előbb alkalmazkodjak. És az a fél év, az még egyszer mondom, azért jó tett, hogy megszokjam a szintet, az NB1-es ritmust, és következő szezonban mind Alves, mind a Lóri eligazoltak. Alves Oroszországba, Lóri Debrecenbe, és amit már mondtam, a Kaposvár egy olyan klub volt, akik nem tudtak hozni más játékosokat, vagy drágább játékosokat, és a Prugner Laci, meg az Ill és Jani elnök mondták, hogy itt az idő, és itt van az a lehetőség, amit vártam, és most meg lehet mutatni, hogy mire vagyok képes. És igen, ahogy te is mondtál, először úgy kezdődött a szezon, sajnos egy hét a szezon kezdete előtt eltört a láb közé csontom, és ki kellett hagynom két hónapot, de így is be tudtam pótolni, és 16 góllal másik voltam góllövő listán, Bajzát Peti volt az első, és ezáltal elkezdtek jönni az ajánlatok, voltak megkeresések mind külföldről, mind Magyarországon belül. Igen, sokszor lehetett hallani a Fradi érdeklődésről, akkoriban, ha jól tudom, a Kaposvár már fel is vettek a kapcsolatot, de természetesen a Kaposvár is ebből élt, hogy a legjobb játékosokat megpróbáltak mindig eladni jó pénzzel, és ez az üzlet nem jött össze. Utána külföldre is volt egy megkeresésem, és ugyanúgy az összeg nem volt megfelelő az elnök úrnak, és megkezdtem a következő szezont is Kaposváron. Ott 15 mérkőzésen 10 góllal zártam, másik voltam gólló listán, pont az Alves volt akkor az első, ő vezetett 11 góllal, és akkor a februárban jött a hívás az elnök úrtól. Kaposvárról mentünk Horvátországba egy edzőmérkőzésre, hogy van egy ajánlat Magyarországról, és hogy hívjam fel, amikor vissza fogunk térni Kaposvárra. És úgy is volt, este hívtam, következő reggel már mentem is tárgyalni a Mezi Gyuri bácsival, és aznap este már meg is egyeztünk, és szerintem következő nap, vagy az utáni napon szerintem egy meccset lejátszottunk Szlován ellen itt, és mentünk is Törökországba edzőtábor. Igen, hát a Mezei Gyuri bácsinál más volt a világ, hiszen ő egy legenda volt, mondhatjuk. És fontos volt számodra a magyar állampolgárság? Itt ez közbevetés, hiszen 4 szezon után közben magyar állampolgár lettél. Igen. Hiszen édesanyád magyar, tudjuk. Így van. Édesanyám magyar, vajdasági magyar. Ott nálunk beszéltünk mind magyar nyelvet, mind szerb nyelvet, otthon természetesen többnyire szerb nyelvet használtunk, szerb iskolába is jártam, de szentán 70-80% lakó magyar állampolgár, úgyhogy nagyon sokszor hallottam, nagyon sok barátom is volt, akik magyar iskolába jártak, akik pont szentán együtt fociztunk,
Úgyhogy a magyar nyelv számomra nem volt idegen nyelv, és természetesen szerettem volna felvenni a magyar állampolgárságot is. Ehhez meg ki kellett várnom, hogy 5 vagy 6 évig kellett élnem itt Magyarországon először. Utána, amikor ez megtörtént, természetesen a foci miatt is, már egyre többet szerepeltem az újságokba. Ha jól tudom, az Erwin Kuman szövetségi kapitányként először felvetődött, hogy szeretne meghívni. És akkor utána rá le is tettem a esküt, és magyar állampolgár lettem. Utána több időt kellett várni, akkor az Egervári Sanyi bácsi volt a szövetségi kapitány, neki volt egy csapata, volt egy bázis, egy játékos kerete, amiben ő nagyon megbízott, és ő nem szerette volna váltani, ezt maximálisan tiszteletbe tartottam, és próbáltam tényleg a pályán olyan példát mutatni, olyan játékot mutatni, ami elég ahhoz, hogy meghívjanak válogatottba. Tudtam nagyon jó, hogy amikor bejöttem Magyarországra, akkor külföldinként számítottam, és tudom nagyon jó, hogy egy külföldi csak akkor kell, hogy játszasson, és úgy is gondolkoztam mindig is, hogy nekem tényleg dupla jobban kellett lennem, mint magyar játékosoknak. Tényleg úgy voltam vele, hogy minden egyes mérkőzésen bizonyítani akartam, hogy nekem helyem van a csapatban, és tiszteletben tartottam a kultúrát, tiszteletben tartottam mindent, ami itt a szokások. Az volt a célom, hogy minél előbb úgymond megtanuljak magyar nyelvet. Még egyszer mondom, tudtam a nyelvet, de azért nem beszéltem úgymond sokat. És szerintem ez lépésről lépésre, ez egyre jobban és jobban sikerült. És a pályán tényleg nem akartam átvenni a helyet egy magyar játékosoktól, mert, és mai napig is, ezt mindig is kérek a külföldiektől, hogy azért egy szintet hozzanak, és egy példát kell, hogy mutassanak, hogy miért jöttek ők ide, és nekünk, vagy nekik most már az a szerepük, hogy növeljek az NBA színvonalát, és hogy segítsenek egy adott csapatnak, ahol játszanak, hogy egyre jobbanak legyenek, és elérnek azokat a célokat, amit kitűztek. Igen, ha csak azt nézzük, hogy a Fehérvár mi mindent köszönhet neked, hát ugye két gól királyság, az első és a második bajnoki, és három, ugye a 2009-2010-es, 14-14-15, ez fantasztikus, a válogatottság, a válogatott is nagyon sokat köszönhet, emellett pedig nem feledhetjük el, hogy azért megszületett 2011-ben Tiana, 14-ben a fiad, úgyhogy a Márkó, úgyhogy ez egy csoda pillanat volt. Ennek ellenére a gólkirályi címeid pedig jöttek, és ráadásul a válogatottban is jól ment. Ugyanakkor a szezon végén, 2015-ben úgy döntöttél, hogy Varsóba igazolsz. Az egy más szint bizonyos értelemben, hiszen bár az Európa Kupa selejtezőket sikerrel vettétek, de azért a Légia Varsó az egy másik. Ez cél volt számodra, hogy egyre feljebb lépj azon a ranglétrán, amit meghatároztál magadnak? Hát őszintén a célom az volt, hogy egész pályafutás az kész voltam arra feláldozni, hogy itt Fehérváron csináljak meg. Hiszek a sorsba is, és ahogy te is mondtad még az interjú előtt, hogy az első gólom, NB1-es gólom, az pont a Fehérvár ellen szereztem, és ezzel nyertünk is 1-0-ra. Azon a meccsen szüleim is ott voltak, meg a testvérem is, ez egy nagyon fontos pillanat volt számomra, egy olyan pillanat, ami soha nem fog elfelejteni. És az élet úgy hozta, hogy később annak a csapatnak tagja leszek, el fogok érni egy ilyen gyönyörű pillanatok, amit elértem, úgy fog távozni a fehérvári klubtól, mint legjobb góllövő a klub történetébe. Háromszoros gólkirály, három bajnoki címből 2 nyertem a csapattal, mellette 2 szuperkupát, meg 1 ligakupát is nyertem, és sajnos 3 kupadöntőt is játszottam, és egyet sem tudtunk nyerni, de ettől függetlenül ez is egy nagy dolog, hogy 3-szor tudtunk szerepelni döntőbe. Úgyhogy amikor idejöttem Fehérvárra, akkor nagyon kiskapun beérkeztem. 6. számú csatárként, és szerintem
200% ember nem bízott abba, hogy így fog távozni. Már akkor lehetett látni, hogy azért van bennem kvalitás, hogy megüssem ezt a szintet, és hogy segítsek a Vidinek, hogy elérjen a célokat, amit ki akartuk tűzni. De nem szólt elfelejteni, hogy akkoriban Zandre Alves volt az első számú csatár, aki legjobb játékos volt a ligába, szó szerint. Volt a Lencse Laci, aki nagyon nagy ígéret volt, nagyon nagy tehetség volt. Gosztonyi Andris, aki pont a Báriból visszahoztunk Fehérvára, akkoriban tényleg egyik legjobb, vagy legnagyobb tehetség volt Magyarországon. Nagy Dani, Sitku Illés, egy rutinos játékos, aki egy tényleg egy példaértékű munkát végzett, és aki tényleg minden edzésen, minden mérkőzésen azon volt, hogy megtartson a helyet, és nem akart átadni senkinek. És akkor utána jöttem én, mint hatodik számú csatár. Nem volt egyszerű beverekedni a csapatba, akkoriban akkor még a Vujo is volt, Vujovic. Pont akkor cikkezte, hogy Hertába fog menni, Bundesligás csapatot kerestek őket, vagy őt, és ő egy nagy ígéret volt. Úgyhogy kivártam a lehetőségemet, nyugodt voltam, türelmes voltam, és az első szezonban egy páran megsérültek. Volt Lencse Lacinak egy eltiltás még MTK-ból, és én voltam akkoriban Sitku Illés meg az Adrián Lövesz után harmadik számú csatár. Kecskemét ellen debütáltam, hazai pályán ott nyertünk 2-0-ra. Nem sikerült gólt szereznem, utána a következő mérkőzésen Diósgyőr ellen fél időben beálltam is, 50-edikben már gólt szereztem, ezzel megnyertünk 1-0-ra. Utána abban a szezonban megnyertem az első gólkirály címemet, ami fantasztikus eredmény volt. De itt a Vidibe volt azért minden. Olyan szezon után, mint amikor gólkirály voltam, sajnos utolsó fordulóban elvesztettünk a bajnoki címet a Győr ellen. Az egy nagy kudarc volt számunkra. Egy nagy pofon. Fölálltunk a padlóról, következő szezonban megnyertünk a bajnoki címet. De én már kiszorultam kezdő csapatból, és azért ez nem volt egyszerű feldolgozni lelkileg nekem. De nem adtam fel. Következő szezonban jött a Paulo Sousa edzőnek, amikor tényleg 80-90% játékosnak mennie kellett, és ő totál új csapatot épített. Én abban voltam, abban a 10%-ból, aki itt maradtak, és Paulo Sousánál folyamatosan cserepadról be kellett szállnom, de így is egy olyan fantasztikus szezon produkáltam, amikor 19 góla zártam, és Koulibaly volt előttem csak 20 góla, úgyhogy tényleg több mint 1000 perc többet játszott, mint én, ami szerintem egy nagyszerű eredmény volt. Jött a José Gómez, Zé Luis volt, hozott Zé Luis, hogy első számú csatár legyen, azért ott is be tudtam verekedni, és végül is gólkirály lettem. A Juan Carillona volt egy olyan edző, aki maximálisan bízott bennem, meg is kálláltam azt, azzal, hogy gólkirály voltam, és bajnokok voltunk abban a szezonban, és kupa döntött játszottunk, akkor sajnos kikaptunk Fradi ellen 4-0-ra, de egy jó szezont zártunk. És jött egy olyan pillanat, amikor, ami te is mondtad, 2015-ös év, amikor lejárt a szerződésem, és tárgyaltam a klubba, hogy hosszabbítsunk. A klubnak volt egy irány, amit ők tartani akartak, nekem voltak elképzelésem, hogy itt szerettem volna befejezni a pályafutást, egy hosszú távú szerződést kértem, 5 éves szerződést kértem, ami klub nem akart odaadni. Igazából ott voltam, tárgyaltam az elnök úrral Budapesten, és sajnos amikor beláttunk, hogy egyik fél sem akar engedni a feltételekből, ők 1 évet, én meg 5-öt kértem, nem tudtunk megtalálni a kompromisszumot, és akkor tiszta volt számomra az, hogy új célokat és új klubot kell keresnem. Az nem volt egyszerű feldolgozni, de ugyanúgy megértettem a klubot, szerintem a klub is megértett engemet. Ettől függetlenül a célom az volt, hogy azért is akartam hosszú távú szerződést aláírni, mert szerintem a legjobb éveimben voltam, akartam még többször gólkirály lenni, be akartam írni a magyar foci történetébe magamat, és hogy tényleg legtöbb gólkirály címet szereztem volna. Nem tudom, hogy ez sikerült volna, vagy nem, de meg akartam célozni ezt a célt, és a Vidivel minél több címeket nyerni.
Hát függetlenül nekem utána mennem kellett, és próbáltam megtalálni egy olyan klubot, ami szintén olyan úgy fejlődik, mint a Vidi, és olyan célokért küzd, mint a Vidi, és szerintem top megoldást megtaláltunk Légia Varsóval, mert ott abban az egy évben mind egyéni, mind csapatként minden megnyertünk, és a nagy vágyom, ami volt, az, hogy bejutottunk BL-be 20 év után, és tudtam szerepelni Bajnokok Ligájába is. Nos, hát Varsó viszont nagyon bejött. A Bajnokok Ligája csoportkör az, én azt gondolom, hogy minden futballista álma, és hogy egy új csapatban bajnoki címmel, kupagyőzelemmel kezdjen Bajnokok Ligája csoportkör, 28 góllal gólkirályság, én azt hiszem, hogy akkor ilyen értelemben kerek a világ. Milyen volt Varsóban? Hiszen egy teljesen más közegbe kellett beilleszkedned, egy más csapatba, és ráadásul fantasztikus társak közé, és fantasztikus menetelést hajtottatok végre. A Varsó már egy évvel ezelőtt is hívott, beszéltek a menedzseremmel, és oda akarták vinni engemet. Akkoriban én nem voltam azért, hogy váltsak, és nem akartam váltani, nem akartam eligazolni Fehérvártól. Miért? Itt megkaptam mindent, ami egy focistának szüksége van. Tényleg mosolyal ébredtem, boldogan mentem edzésre. Ahogy te is mondtál, két gyerekem itt született nekik, ez már otthonuk volt. Feleségem nagyon jól érezte a városba, én is pályán kívül nagyon sok barátokat szereztünk. És akkor, amikor már biztos volt, hogy nem fog hosszabbítani a Vidivel, akkor elkezdtünk gondolkodni. Nagyon sok megkeresésünk volt, igazából több csapat is konkrét ajánlatot tett nekünk, de egyszerűen azt is kellett néznünk, hogy hol tudok kibontakozni, és ugyanazokat a célokat elérni, mint a Vidibe. Reális ember vagyok, és tudom nagyon jó, hogy mire vagyok képes, és nem akartam egy olyan csapatba eligazolni, és mondjuk egy top 5 bajnokságot csak azért, hogy később el tudjak mondani, hogy szerepeltem több öt bajnokságba, de nem vagyok első számú csatár, nem rúgdosom hétről hétre gólokat, és tudom nagyon jó, hogy hosszú távon ez nekem nem lesz jó, a lelkemnek nem tesz jót, és nem leszek boldog. Úgyhogy akkoriban a sportigazgató eljött Budapestre, itt tárgyaltunk, és elmondta, hogy mindenki a klubnál nagyon szeretné engemet, hogy én vagyok az első számú csatárok, akiben gondolkodnak, és hogy ők biztosak abban, hogy következő lépés Magyarország után a Légia Varsó az top választás. Akkoriban lehetett hallani, látni, hogy Lorencsics Geri akkoriban Legpoznanban játszott, és Pápától eligazolva nagyon megtalálta a számításokat, és fantasztikus idényeket produkált Legpoznanban. Utánom kijött a Guzmics Ricsi, akkor a Rudnyev, szerintem az Allegerszektől elmegy ugyanúgy Legpoznanba, nagyon jó szezon zárt, utána eligazolt Hamburgba. Ezek a dolgok nekem segítettek, hogy a következő lépés Magyarország után ne legyen egy nagy ugrás, hanem legyen egy olyan osztály, ahol nem kell több időt igényelnem ahhoz, hogy adaptálja az egészen. A Légia Varsó a legnagyobb klub Lengyelországban, fantasztikus szurkolótábora van mögöttük, és egyszerűen kaptunk pár napot, és eldöntöttünk a sportigazgató, valamikor tárgyaltunk, hogy ez az a klub, akik tényleg akarnak engemet, számítanak rám, és meg tudok mutatni a pályán, hogy nem csak Magyarországtól gólkirály lenni, hanem külföldön is. Így is történt. És igen, mondhatni az, hogy az volt a legjobb idényem pályafutásom során, ha minden sorozatot figyelembe nézünk, akkor 38 góllal zártam, és szerintem ez a aranycipő góllövő listán szerint 16. helyen zártam abba az idénybe, ami fantasztikus eredmény volt. Mai napig is az a 28 gól az a rekord a pályafutása során egy év alatt, ha csak a bajnoki gólokat nézünk, mert itt Vidibe 2018-al és egyszer 21 góllal lettem gólkirály, Amerikában meg 24 góllal. De mondom, ha minden
sorozat figyelembe veszünk 38 gól, az egy komoly teljesítmény egy év alatt, és szerintem senki nem gondolta, hogy ilyen gyorsan be fog robbanni. Légiában is az emberek is gondolták, hogy több időt fog kelleni nekem. Ráadásul a Bajnokok Ligája csoportkörben Borussia Dortmund Real ellen játszani fantasztikus mérkőzéseket. Én igen, azt hiszem, hogy az nagy élmény mindenképpen. Nagy élmény volt mindenféleképpen. Az is volt a célom, amikor odaigazoltam. A Bajnokok Ligája egy habatortára volt. Amikor elmentem azon a nyáron, akkor kiarcoltunk az, hogy Európa Ligába szerepeljünk. Akkor is egy jó csapatok ellen játszottunk. Napoli, Midtjylland, Club Brugge voltak az ellenfelek. Ott is egy 6 gyönyörű meccseket és jó meccseket le tudtunk játszani. Ott megnyertük a bajnokságot. Egy szoros csatában a Piasztal volt. Utolsó fordulóban előtt a bajnoki cím. Az is egy nagyon hosszú és nehéz szezonunk volt, de végül megcsináltunk. Utána a Lech ellen játszottunk kupadöntőt 60 ezer ember előtt. A stadionban a válogatott játszik. Ott Varsóban gyönyörű hangulat volt a meccsen, a stadionban, és ez egy nagy élmény volt számomra. És utána még egyszer mondom, habatortára az volt, hogy 20 év után ki tudtunk harcolni azt, hogy Bajnokok Ligában szerepünk. Amikor már Bajnokok Ligában voltunk, akkor már az volt a vágyam, hogy legjobb csapatok ellen kapjunk, mert így is úgy is nehéz dolgunk lesz, de hatalmas meccseket játszottunk ott a csoportkörben. Real ellen 3-3-et játszottunk, Sportingot megvertünk 1-0-ra itthon, Dortmund ellen egy jó őszinte focit játszottunk, 8-4-et kikaptunk, de azért úgy mentünk oda, hogy tényleg félelem nélkül. Azért megvertek minket első meccsen 6-0-ra, azért kijött a különbség, mert nem mi voltunk a favoritok, de ettől függetlenül ott Dortmundon megmutattunk, hogy azért van tartásunk. És mondom, a Sporting ellen utolsó meccsen játszottunk egy olyan döntő meccset, hogy ha megnyertünk, akkor tovább jutottunk a csoportból, és Európa Ligába folytattunk. Úgy is volt, 1-0-ra nyertünk, és akkor az Ajax ellen játszottak a srácok, én akkor eligazoltam. Igen. Chicago. Ez volt a rendkívül érdekes, hogy mi itthonról szurkoltunk természetesen neked, ez volt az egyik része. És azt gondoltuk, hogy Légia Varsótól, hiszen ahogy beszéltünk róla, ez a lengyel Fradi, ha úgy tetszik, mármint nézőszám és népszerűség tekintetében. És akkor egyszer csak derült égből villámcsapás Chicagót. Mi ezt nehezen tudtuk elképzelni, mert oda már akkoriban mentek, tehát nagyon jól tudjuk, hogy Beckenbauer idejében is azok a sztárok igazoltak oda, akik már kicsit idősebbek voltak, viszont Erejed teljében voltál sokszoros gólkirályként, és egyszer csak Chicago. Ahogy már mondtam, egy reális ember vagyok, és próbálok, amikor hozok egy döntést, hogy hova igazolok, akkor nem csak saját magamat nézek. Nem akarok megfelelni senkinek, és próbálok megtalálni azokat a célokat, ami itt belül boldogat tesznek, és mindig is az volt a vágyam, még a célom, hogy egyszer, amikor abba adjam a focit, akkor tudjak magam után mutatni, hogy igazából mit is értem el, hol is voltam, és milyen célokat tudtam elérni úgy, hogy tényleg 18 évesen bejöttem az országba egy bőröndel, nem sok segítséggel, úgy bejutottam egy alagútba, amikor nem láttam a fény végét, hanem csak mentem, és bíztam abban, hogy jó Isten velem van, és hogy jó útra fog vinni. A Légia után volt egy ajánlatom Premier League-ből, ami klub el is fogadta. Hull City. Csapatokról nem akarok beszélni igazából, azért, mert ez már múlt, de volt egy ajánlat Premier League-ből, mentünk meccsre. Vonatba az edző oda hívott, és mondta, hogy most hívott a sportigazgató, és a klub megegyezett azzal a klubbal, és megkérdezte, hogy szeretnénk, hogy játszosok, megérti, ha azt mondom, hogy ő inkább ezt a meccset akkor kihagy, vagy kihagyom ezt a meccset. És mondtam neki, hogy addig, ameddig nem írok alá semmilyen papírt vagy szerződést, én Légia játékos vagyok, és úgy is fogok viselkedni.
meglepődött picit, de mondta, hogy az én döntésem, és hogy én vállalom a felelősséget, ha nehogy Isten egy sérülés történik, de csak annyit kért, hogy fejbe azért legyek ott, mert nekünk ez egy fontos mérkőzés a Légiának, mert tovább kell jutni. Az Ábzsa ellen játszottunk, és akkor mondtam az edzőnek, hogy azért nem vagyok fiatal, hogy tudom vállalni a felelősséget, és mindig is vállaltam a felelősséget. Még egyszer mondom, addig, ameddig nem írok alá semmit, addig nincs is miről beszélni. A menedzserem ugyanúgy közöltem ezt a döntést, nem is próbált lemondani erről, és azon a meccsen rúgtam is egy gólt, 2-2 volt a meccs vége, és csak annyit mondtam a menedzseremnek, hogy addig, ameddig nem fogunk mi megkapni azokat a feltételeket, amit mi kérünk, addig nincs is miről beszélni. Nem. És egyszerűen akkoriban egy tulajdonváltásra ment át a klub, nem volt egyszerű helyzet ott, de ettől függetlenül a klub csak annyit kért, hogy játszottunk a Dundalk ellen a utolsó meccset a selejtezőbe, ahhoz, hogy bejussunk a BL-be. És a klub azt mondta, mert több játékosnak volt ajánlott a külföldről, csak akkor el fognak engedni minket, ha vége ennek a selejtezőnek. És amikor tovább jutottunk a Dundalk ellen, akkor volt még egy hét az átigazási időszakból, és amikor ez megtörtént, akkor felhívtam a menedzserem, és mondtam, hogy lehet, hogy soha többet nem lesz lehetőségem Bajnokok Ligájába játszani, hogy én szeretnék itt maradni, és élni ezzel a lehetőséggel. És úgy is volt, akkor maradtam Légiában még fél évet, és azon a fél éven is jó ment a góltermelést, vezettem a góllövő listát decemberben 12 góllal, és akkoriban nagyon sok ajánlatom volt Kínától, Dubaj, és Európából is volt több klub, aki el akart vinni. És az elnök nagyon korrekt volt, a Légia elnöke, közöltem vele, hogy elfogyott a motivációm, és nem találom kihívást már, hogy újabb gólkirály címért harcoljak meg bajnoki címért, hanem egy új kihívásra van szükségem. És az elnök úr meg a sportigazgató annyit mondták, hogy hozzáít egy ajánlatot, egy fix összeget kértek, egy semmi olyan összeget, amit kértek volna másoktól, azért, mert látták, hogy nem akarnak megtartani egy játékos, aki nincs itt fejbe, és tényleg az soha nem fog elfelejteni nekik, hogy mennyire korrektek voltak. Tényleg mondták, hogy ebben a másfél évben pályán kívül tényleg mutatom egy karaktert, ami nekik nagyon tetszett, és ők nem akarnak elvenni tőlem a lehetőséget, hogy még tovább lépjek, és másik csapatba szerepeljek, ha ez a vágyam. Akkoriban a Veljko Paunovic, az edző Chicagóból volt több meccsen, megnézte a Chicago meccseket, fölhívott egyik este a telefonon, ott sokat beszéltünk, és meggyőződ, hogy következő lépcsőfok az én pályafutásomban Amerika az top lehetőség lenne. Ahogy te is mondtál, igen, voltak játékosok, így pályafutás vége fele mentek oda, de nem szabad elfelejteni, hogy Amerika egy olyan ország, ami fantasztikus dolgokat tud nyújtani mind pályán kívül, és akkoriban két gyerekem volt, akik közelítettek ahhoz, hogy suliba elkezdjenek menni, és nekem erre is kellett gondolni. Amerika egy olyan liga, ahol támad a focit erőtetik, és egy jó kívás volt számomra, hogy tudok-e máshova is gólkirály lenni, vagy csak olyan csapatokba, akik bajnoki címre törnek, mert ez volt a hír, hogy jó, oké, Vidibe is könnyű lesz gólkirály lenni más játékosnak, mint a Vidi ilyen stílusban játszik. Azóta, amióta én voltam gólkirály, Vidinek azóta nem volt, és lám, én is visszajöttem, és nekem se sikerült, egyszer volt a második az első évemben, úgyhogy az nem volt annyira egyszerű, mint nagy emberek belegondoltak ebbe az egészbe. Légiában is ugyanúgy, amióta elmentem 4-5 évig, egyszer volt a Légia játékos a gólkirály. Úgyhogy elmentem olyan csapatba, akik tök utolsók voltak, és legrosszabb gólarányuk volt, de valamilyen szinten bíztam az edzőkbe, bíztam abba a felvetésbe, amit ő felvázott, azokba a ötletekbe, projektbe, amiben ő gondolkodott, játékosokba, mert akkor már mondogatta neveket, hogy kit akar hozni.
És számomra ez nagyon nagy kihívás volt. És örülök annak, hogy ha nem is megadódott, hogy top 5 bajnokságban szerepeljek, azért megadódott egy olyan ligában játszosok, és hogy megmérkőzzek saját magamat egy olyan játékosokkal, egy olyan világsztárokkal, mint amilyen Dávid Villa, mint amilyen Rooney, mint amilyen Ibrahimovic, mint amilyen Kaká, vagy Brady Ryan Phillips. Ezek a játékosok, akiknek nem kell bemutatni senkinek. Arról nem beszélve, hogy gólkirály lettél 28 góllal, év csapatába bekerültél, és az év játékosa lettél. Igen. Én azt hiszem, hogy ennél több nem kell. Igen, igazából ez tényleg jó is sikerült, és mondom, örülök annak, hogy nem okoztam csalódást az embereknek, akik bíztak bennem, és akik akkoriban lehet, hogy nem értettek, hogy miért azt választottam 3 év után, vagy már az a szezon után, már azt mondták, hogy jó döntés volt, és hogy örülök annak, hogy büszkítettem azokat az embereket, akik, még egyszer mondom, figyeltek a pályafutásomat, és kísértek, és bíztak bennem. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Álomcsapat utána is volt 104 meccs, 56 gól, én azt gondolom, hogy ez csoda volt, és 2020-ban pedig ismét itthon köszönthettünk, mert mondhatom itthon, hogy itthon vagy Székesfehérváron. Ez egy más világ természetesen, de én azt gondolom, hogy szívesen jöttél haza? Persze. Igazából nagyon sok interjút adok, és adtam is pályafutásom során, és amikor azt mondtam, hogy soha nem fogok elhagyni a Vidit, vagy nem akarok elhagyni a Vidit, mert a célom az, hogy minden idők legjobb góllövő legyek a klub történetében, akkor ez azért mondtam, mert el akartam érni ezt a célt. És így is történt. És amikor elmentem innen, akkor azt mondtam, hogy előbb-utóbb úgyis vissza fogok térni. És pontot az íre, az rá fogok rakni, és meg fog csinálni azt, ami a vágyom volt. Utolsó évben természetesen Amerikában van egy ilyen szabály, amikor a csapat el tud trédelni engemet. Utolsó évben volt 4 csapat, aki el akart trédelni. És a sportigazgató behívott, és mondta, mik a céljaim. És én mondtam még januárban, hogy a célom az, hogy visszatérjek a Vidibe. És hogy nézte, hogy de minek, miért? 32 évesen nem érti, hogy nincs itt ennek az idő. És mondtam, hogy ez a vágyom, ez a célom, és elmagyaráztam neki, hogy mit értünk el a csapattal, és ezáltal ez a célom, hogy hazamenjek, és próbáljak elérni ezeket a dolgokat. És akkor mondta, hogy oké, de hogy Kínából van 1-2 megkeresés, és ha befut egy olyan ajánlat, akkor a klub el fog fogadni. És akkor mondtam nekik, hogy én megértettem a trédet, megértettem azt a szabályt, de én a pályafutása során mindig is én akartam hozni egy döntést, hogy hova akarok igazolni, és hol akarok focizni. És akkor megértettek ezt, meg még egyszer mondom, ott a pályán tényleg azért tettem le valamit az asztalra, és látták, hogy mennyire tényleg harcoltam azért, hogy a Chicago sikeres legyen. És még mai napig is a sportigazgatóval, meg az edzővel akkoriban nagyon jó kapcsolatom, és elfogadták ezt, és mondták, hogy nézzük meg, hogy fog telni az idény, és igazából akkor utána úgy fogunk cselekedni. És nyáron meghívott a menedzseremet Washingtonba, a sportigazgató, Chicagói sportigazgató, ott megegyeztek, hogy nem fogunk hosszabbítani, akkoriban nem tudtunk, hogy nem egyeztünk meg, de télen igen, és amit elmondtam, hogy csak is a Vidibe szeretnék visszajönni a Chicago után, ez így is történt, azért 32 évesen még tudtam külföldön maradni, egy 2-3 évet biztos, és utána hazajönni, utóbbi 14 évben tényleg nem hagytam ki egy edzése, egy meccset se, nem vagyok sérülékeny, sérülések kikerültek, szerencsém is volt, és ez nagyon fontos. Ha beszélünk egy olyan játékos, aki 34-5 éves, vagy 32, az fontos megnézni, hogy mennyire bajlódik a sérüléssel. Világos. Mert később nehogy belefussok egy olyan szériába, hogy tényleg nem tudok pályán lenni, hanem folyamatosan küzdök azért, hogy sérülésű sérülésre bajlódok. Ez fontos volt számomra,
hogy ne jöjjek haza úgy, hogy 36-7 évesen, és hogy ne tudjak már nyújtani a Vidinek azt, amit én szerettem volna. És 32 évesen hazajöttem, a célom az az volt, hogy először is, hogy ne vegyek egy fiatal játékosnak a helyét, és kettő, hogy egy példát mutassak, hogy hogy kell tisztelni ezt a klubot szeretni, és harcolni érte. Nem volt egyszerű ez a 2,5 év, de arra a pontot, az ír, amit akartam felrakni, az sikerült, és Gyirmót után megdöntöttem azt a rekordot, amit régóta vágytam, Józsivár rekordját, amire büszke vagyok most is, és 10 év, 20 év, 50 év múlva is, mert ez egy olyan dolog, hogy pénze nem lehet megvenni, beírtad magadat a klub történetébe, az mindent felemel, meg a legfontosabb dolog számomra az, hogy azt a szeretetet, azt a bizalmat, amit kaptam, mind a klubtól, mind a szurkolóktól, mind az emberektől a városban, visszaháláltam azzal, hogy tényleg szívet, lelket kitettem a pályára azért, hogy a Vidi sikeres legyen. Voltak azért jó meccsek, voltak rossz meccsek, voltak nehéz pillanatok, voltak szép pillanatok, de ezeket mindig le tudtam győzni, ezeket az akadályokat, és mindig meg tudtam találni azt a belső motivációt, hogy el tudjam érni a célokat. És tényleg ezzel, hogy minden idők legjobb gólövő vagyok a klub történetében, ez egy olyan érzés, amit kívánok tényleg minden egyes embernek, hogy úgy távozzon a klubtól, ilyen érzése, ilyen büszkesége, mint ahogy én távozok most. Nos, hát nagy sóhajjal mondom, hogy köszönjük szépen minden labdarúgó szurkoló, minden székesfehérvári, minden magyar futball rajongó nevében. Megtiszteltél, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és majd reméljük, hogy találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hajrá, így. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégünk Nikolics Nemanja volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.